Zenés bemelegítés a 7. Cerbona Fehérvár félmaraton előtt, amelyre több mint 500 futó érkezett a Bregyó Közi Sportcentrumhoz. A szervező Alba Triatlon ezúttal is meg tudott mozgatni gyerekeket, felnőtteket, férfiakat, nőket, rutinos és amatőr futókat egyaránt. A megnyitón elhangzott, a város számára is öröm, hogy ismét létszámbeli korlátozások nélkül lehet megrendezni a hagyományos sporteseményt. Idén ismét együtt lehetünk, itt lehetünk, és több mint 500-an futnak a mai napon, ami óriási élmény. Ezt azt gondolom, hogy a csodálatos belváros és környékén látni majd a sok-sok futót. A futás mellett egyéb programokkal is készültek a szervezők, a névadó szponzor pedig nem csak támogatással, de jótékony kezdeményezéssel is az esemény mellé állt. Aminek külön örülök, hogy a kis jótékonysági kilométergyűjtésünk is működik, hiszen itt a futógépeken már több embert láttam futni, úgyhogy reméljük nagyon sok kilométer jön össze. Én úgy érzem, jól sikerült, nem csak futókat látunk, de a családtagjaikat is, kísérőket, látogatókat, úgyhogy reméljük, mindenki nagyon élvezi a programokat. Fehérvári cég vagyunk, ezért fontos számunkra, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy biztosítunk rá a lehetőséget az Alba Triatlonnal együtt, hogy mindenki tudjon futni. Aki amatőr szinten, vagy éppen profi szinten, vagy éppen a gyerekek számára. A rajt után a megszokott útvonalon indult a mezőny, melynek tagjai 1, 2 vagy 3 kört futottak a 7 kilométeres pályán, érintve többek között a Várkörutat és a történelmi belvárost is. Az időjárás ideális volt a futáshoz, de azért elkélt a frissítés, és persze helyenként a buzdítás a 7, 14 vagy 21 kilométer teljesítő futóknak. Ahogy lenni szokott, a profi versenyeken is induló vagy arra készülő futók voltak a leggyorsabbak. A 7. fehérvári félmaratonon 1 óra 19 perc és 8 másodperc kellett a győztesnek, hogy lefussa a 21 kilométert, pedig neki sem volt könnyű a pálya. A pálya vége felé van egy emelkedő, ami hát elég ilyen, hát hogy mondjam, erőt próbál úgy a verseny vége felé, úgyhogy igen, valóban nem volt egyszerű, nem egy fix sík pályáról van szó. Hányadszor futották és milyen célkitűzéssel? Hát egyén itt szerettem volna futni, ugye PB-t, sajnos nem sikerült, pár másodperccel elmaradtam. Sokadszor már, egy olyan 11-ére futok úgymond félmaraton, itt a Cerbonán viszont elsőnek. A mezőnyben sokan voltak, akik rengeteg pályát teljesítettek már is, van összehasonlítási alapjuk, de persze olyanok is, akiknek igazi élményt jelentett, hogy először futottak tömegeseményen, és elérték a maguk elé kitűzött célt időeredménytől függetlenül. Fehérvár az egyik kedvencem, nagyon jó a pálya, jók a fordítók, frissítéshez pont a belvárosban van, nagyon egy kicsit meg lehet állni, körbenézni, inni, aztán tovább menni, szóval nagyon szeretem. 2 hete voltunk Moron az 1000 jó futáson, és nagyon bíztam benne, hogy itt nem lesznek emelkedők, örültem, hogy nincsenek emelkedők, és úgy érzem, jól sikerült. Milyen a pálya egyébként, mennyire számít nehéznek vagy technikásnak? Szerintem nagyon jó a pálya, mondjuk én elég kezdőfutó vagyok, úgyhogy nekem jó a pálya, és tetszett, hogy nagyon sokan kint voltak szurkolni. Az eredményhirdetéstől minden távon 3 korcsoportban díjazták a legjobbakat, és ekkor is láttuk, hogy gyerekektől a veterán sokadik félmaratonjukat teljesítő futókig minden korosztály talált magának kihívást a Cerbona Fehérvár félmaratonon, amely természetesen a tervek szerint jövőre 8. alkalommal is várni fogja az érdeklődőket.